képviselő úr fenntartja a listázós gondolatait. Én Vajra Zoltán vagyok, nem mutatkoztam egy jól. Szabó Gergő. És van nagyon? Test is rácok. Ah, uh -huh. Szerintem, hogy nem újságíró, tehát hogy akkor ez egy nehéz lesz, mert újságnak nagyon sokszor szoktam interjút adni, és állok is és rendelkezésre, csak szerintem, hogy nem újságíró, tehát hogyha ön abban a hitbe tetszelek, hogy ön újságíróként kérdez engem, akkor itt egy nézetkülönbség van köztünk, és így nem fog tűnni rendelkezésre állni. Meggyőződésem, hogy egy propagandista. Szatmári Kristóf, a terület Fideszes országgyűlési képviselője vendégem, jó estét kívánok! Jó kívánok. dolog, nem, hogy majd az oltáról fogunk beszélgetni, aki nincs ott, aki hát egy bizonyos Facebook bejegyzés szerint ő listázna azokat, akik együttműködnek, kollaborálnak az Orbán rendszerrel, azért, hogy ne kaphassanak munkát. Mennyire lehet komolyan venni majd az oltánt? Hát mondanám, hogy semennyire, de sajnos én azt Leginkább egy jelenségről érdemes talán itt, itt beszélni, nem is a szeméről. Nem ez az első botrány, úgy mond a, a kerületben. Ugye ez a mostani megjegyzés valóban túlment egy olyan határon, amit azt gondolom, hogy minden jó érzésű demokrata, ha lehet így mondani, akkor, akkor, akkor vissza kell utasítson. A, a dolog azért problémás, mert ezek a fajta megnyilvánulások az említett képviselőtől nem az elsők. Talán nem hangzott el a bejátszásban. A nevéhez kötődik többek között, hogy jelen például a nyomozás folyik még a 18-as választás kapcsán a jelöléshez szükséges aláírások körül, hamis aláírások Köszönöm. voltak. Voltak olyan megnyilvánulások, hogy levadászás, meg egyebek fog történni. Hát egész a... pontosan önt akarta Így van, így van. Tartott nem... úgynevezett szatmári infókat is. Így van. Az már az utókor, sajnos ilyenkor kevésbé ö, veszi Lajstromba, hogy, hogy szerencsére az összes olyan állítás, amit ö, tett annak idején a képviselő jelölt társam, azok azok megcáfolásra kerültek, mindenféle vizsgálat és egyéb zárult ez ügybe. Ezt hogy mennyire lehet komolyan venni, mert ez a képviselő úr ugye egyszer már valami verset írt Angela Merkelhez, hogy szállják meg Magyarországot, tehát azért, hogy mondjam, az ő komolysága nem... Hát, nagyon... ha, ha élő klasszikusokat akarnék uh, idézni, akkor talán uh, Karácsony Gergert kéne idéznem, aki azt mondta, itt egy nem régi győri botrány kapcsán, hogy egyféle Fidesz van. Uh, én is mondhatnám azt, vagy mondhatnánk azt, hogy egyféle ellenzék van, és az egész ellenzék uh, minősítése az, az uh, uh, a listázás és a botránykeltés és egyéb. Én nem értek egyet egyébként Karácsony gerger kijelentésével. Uh, és talán jó hiszemben azt mondom, hogy az ellenzék tekintetében sem értek egyet vele, nem egyféle ellenzék van, van az ellenzéknek egy olyan része, amit itt láthattunk, ami szerintem elfogadhatatlan. A probléma inkább ott van, hogy nem egyforma mércével mérünk, még a mi oldalunkon általában van konzekvenciája, hogyha valaki vállalhatatlan kijelentéseket tesz. A másik oldalon, mint a tegnapi testületi ülés eredménye mutatja, nincs konzekvenciája, tehát a sokadik botrány után is az a frakció, akibe aki be egy helyen ül, azok kiálltak mellette, nem határolódtak el tőle, tehát a probléma az inkább ott érződik, hogy hogy a dkások, a momentumosok, a szocialisták nem érzik úgy, hogy ezek a kijelentések nem Magyarországra valók. Hát ugye Momentum konkrétan egy ilyen mobiltelefonos alkalmazást is készített néhány hónappal ezelőtt, ahol ugye azt szerette volna, hogy listázza Fideszhez kötődő cégeket. Tehát van ennek kockázata? Én nem tudom, hogy Vajda Zoltán mennyire van beágyazva ott a helyi politikába, de kell félni, vagy kell tartania az ottani dolgozóknak attól, hogy valamiféle retorzió éri őket. Mégis csak beépül a közbeszédbe, amiket ő mond. Ha, ahogyan is mondta, kiállnak mellette, akkor ez azt jelenti, hogy valamiféle elfogadottságot a testületen belül is van ennek. Hát természetesen én azt gondolom, hogy a szavak mellett biztos vannak tettek is. Tehát nem csodálkoznék, ha léteznének olyan listák, vagy olyan neveket tartalmazó papírok, ahol, ahol olyanokat írtak ők össze, akik egyébként mondjuk nem közügyekkel foglalkoznak, de bármilyen egyéb érzelmi, intellektuális meggyőződésből a polgári oldal mellett állnak. Én azt gondolom, hogy amíg a választók nekünk adnak bizalmat, addig nem kell félni uh -huh. e ettől, hogy e emiatt bárkinek retorció esik, de minden esetre elgondolkoztató az ügy. Miért csinálja vajon ezt? Vajd az ártani akar? Nem, szerintem az ügy az ennél, ennél drámaibb. E én amennyit ellenfélként megtapasztaltam e e e tőle, az az, hogy ő, ő ezeket azért komolyan veszi. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy, egy hirtelen felindulásból elkövetett félremondás van, amit elnézés, kérés és, és megy tovább az élet, hanem, mondom, a sokadik ügy, emögött tendencia van. Mondom, ezt még lehetne az ő személyes ügyének is kezelni. Az én legfőbb problémám, meg talán a választóki is, hogy az a közösség, aki politikailag, aki vele együtt mozog, az nem tartja ezt a az ügyet olyan szintű problémának, hogy hozzá kéne szólnia. Hát egészen addig, amíg bele nem kerül egy olyan szerepbe, ahol már hathat ez a fajta megfélemlítésre, például az egzisztenciáját félti valaki. Hát egy érdekes történet lenne, de nem hiszem, hogy a mi dolgunk lenne földolgozni, hogy egyébként hogy alakult az ellenzéki oldalnak például a 18-as kampánya. Hát ott is most persze itt utcai legendákról tudok beszámolni, de hát ez, ez a fajta megfélemlítés, vagy ez a fajta erős nyomásgyakorlás, hogy próbáljuk szépíteni a dolgot, ez saját házuk táján is működik. Tehát nem véletlenül már az a koalíciómba indultak, az már szétesett bizonyos szempontból, hiszen például van olyan párt, ami nem ült velük egy frakcióba, többek között azért, mert, mert az országgyűlési választások alatt hát elég komoly belső konfliktusuk is volt ilyenfajta megnyilvánulásokban. Amikor valaki így mélyíti a szakadékot a saját tábora, illetve a, a, mondjuk a polgári tábor között, annak milyen hatása lehet a kerület életére, az ottli a közbizalomra, az ott élőknek a, a hétköznapjaira? Hát talán az egészben ez a leg, Szomorúbb. Én azt gondolom az ügyből, mert persze politikailag elvitatkozunk azon, hogy mi az, ami helyes, ami, mi az, ami nem. De ugye azért mi a 16. kerületben egy, egy békés kertvárosként gondolunk a, a saját otthonunkra. Elég sokan szeretünk ott élni, és valóban a választópolgárok nem arra adtak fölhatalmazást, egyikünknek se. Vajda Zoltán is megválasztott képviselő, tehát mondhatom, hogy neki sem arra, hogy hogy... Ilyen a kerület hétköznapi ügyeitől teljesen távol álló egyéb ügyekkel foglaljuk le az energiánkat. Ezzel kelljen foglalkozunk, ahelyett, hogy hogy közösen próbálnánk szépíteni, építeni a kerületünket. Tehát én szerintem a kerület legalábbis hozzám eljutott, de én azt gondolom, hogy a, a, a minket nem támogató közösség is nagyban elítéli ezeket a megnyilvánulásokat. Ön mit tud tenni? Hát én annyit tudok tenni, hogy. hogy ö, ö, dolgozunk tovább a kerületért. Amikor kell, akkor megszólalunk értelemszerűen, ha ilyen ügy van, de az elkövetkező szakban, én remélem, hogy alapvetően az építő munkáról fog szólni a kerület élete. Szatmári Kristóf, köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget.